egyből az Angyal című dal néhány egyszerű akkordköré épül, de a dallam követése miatt mégsem annyira nagyon-nagyon egyszerűen játszani. A valószínűleg G-dúrról kezdjük, de érdemes ezzel a fogással indítani, mert nem ezzel a hagyományos fogással, hanem úgy, hogy a bári fogással a mutatójunkkal lefújjuk a felső három húrt, és vagy a középsúlyunkat ide tesszük. Tehát ez lesz az első sor. Ugye a középsúlyunkat emeljük föl, addig a mutatójunk az változatlanul itt marad a húrokon. Tehát... Ugye a dallam az, hogy... És ezt ugye egy G-dur köré építjük fel ezt a dallamot. Akkor lepengetjük ezt az akkordot, akkor lehetőleg ezt a magasabb húrt vagy lepengessük le, vagy csak épp hogy érjünk hozzá. Mert ugye ez kiló nagy... Ez túl magas ehhez a dallamhoz, és az majd a második sorba jön egyébként is, tehát... Utána maradunk a G-dúrnál, csak fogást váltunk, és a megszokott G-dúr fogásra állunk át, és itt is a középsúlyjal játsszuk a dallamot. E-mollra váltunk. És amikor ezt a dallamot játsszuk a kisujjunkkal, akkor a mutatóujjunk és a gyűrűsujjunk húrt cserél. Marad ugyanazon a bundon, csak húrt cserél, tehát a gyűrűst ide... Pontosan a gyűrűst nem is kellett tenni, bocsánat. Csak a mutatót hozzuk ide föl. Gyűrűst ezt elengedjük. És a mutatót ide tesszük. Ugyanez még egyszer, tehát E-mollról. Itt tulajdonképpen egy E-moll meg egy G-dur cserélődik, csak a gyűrűsúlyunkat azért nem kell sehova letenni, mert a kisúlyunk az játssza a dallamot a legmagasabb húron. Tehát ez a jászolba szövegrésznél. Ugye mutatójunk ugrál ide-oda. És a sor végére érve egy D-durt fogunk. Nem ezt a D-durt, hanem ezt a D-durt. Tehát még egyszer. Még egyszer az elejétől egészen idáig, tehát nagyon lassan. Itt most visszamegyünk a G-dúros részre, tehát így fogtuk a D-t, akkor mutató második húr, második bund, középsúlyat letesszük a G-dur szokásos helyére, tehát még egyszer. Vissza E-mollra. Most egy A-moll következik. Egy olyan A-moll, ahol ezt a C-t bejátsszuk. Tehát kicsit olyan, mint a C-dur meg A-mollt egyszerre játszanánk. Ami ugye azért nem igaz, mert a C-durban nincsen A, csak a C6-osban lenne, de ez egy másik akkor. Lényeg az, hogy az A-mollba fogjuk be ezt a C-t is, mert ez a dallamnak hangja. Tehát D7-es, fölemeljük a
középsúlyunkat és a mutatójunk alját, vagy közepét, és így játsszuk le a D-t. Tehát... És utána már 6 akkordot kell már csak eljátszani. G-dur, D-dur, E-moll, H-moll, D-dur, és G-durra érkezünk meg a végén. Tehát még egyszer a második rész. Lassan az egész.